Hello, sziasztok, és csodálatosan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám, vasárnapi napot kívánok mindenkinek, üdvözlettel Frici csopakról. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én itt vagyok csopakon, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó lesz tőlem Fricitől, mint ahogyan azt már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit ezúttal itt rögzítek csopakon. És most tulajdonképpen azt a túrámat fogom folytatni tovább, amit én az ezt megelőző videóimban kezdtem el, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én most itt tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen, akkor jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban, amit ezúttal itt rögzítek csopakon, akkor jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen, és akkor én folytatom is tovább a mai túrámat, haladok tovább Balatonalmádi irányába, tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen, jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem most. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én a továbbiakban arrafelé fogom folytatni a túrámat, tehát arrafelé fogok haladni a továbbiakban, de még mielőtt tovább haladnánk arrafelé, megmutatom néktek konkrétan azt, hogy az ezt megelőző videómban melyik irányból is érkeztem. Így hát fordulok is egy 180 fokot, ahogy láthassátok ezen a felvételen, és akkor megmutatom néktek konkrétan azt, hogy az ezt megelőző videómban melyik irányból is érkeztem. Ott pedig a csopaki madárlest látható, ahogy láthassátok ezen a felvételen. És én konkrétan az ezt megelőző videómban abból az irányból érkeztem, tehát abból az irányból jöttem, arrafelé van Balatonfüred, Tihany, Aszófő, és én az ezt megelőző videómban abból az irányból érkeztem, így hát a továbbiakban nem arrafelé folytatom a túrámat, hanem már fordulok is egy újabb 180 fokot, közben láthassátok a felvételen a csopaki madárlest, ami itt található csopakon, a kerékpárút mentén, tehát az ott a csopaki madárles. És akkor így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor folytatom tovább a túrámat, innen csopakról haladok tovább Balatonalmádi irányába. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor én a továbbiakban arrafelé folytatom a túrámat, tartsatok velem! És akkor, ahogy láthassátok ezen a felvételen, én már folytatom is tovább a mai túrámat, most még itt csopak területén, tehát ez itt még csopak, és csopakon belül ez pedig konkrétan a Sport utca, tehát ez itt csopakon a Sport utca, ahol most is éppen gyalogolok, és közben van itt egy kerékpáros pihenőhely, tehát közben van itt egy kerékpáros pihenőhely is, ott van egy esőbeálló is, ahogy láthassátok ezen a felvételen, tehát ott van egy esőbeálló, illetve ez itt egy kerékpáros pihenőhely, és akkor így néz ki ez a kerékpáros pihenőhelynek a környezete, tehát így néz ki maga a kerékpáros pihenőhelynek a környezete, és ugye ott van az esőbeálló, ahogy láthassátok ezen a felvételen, és akkor folytatom tovább a túrámat, haladok tovább Balatonalmádi irányába, ami arrafelé van. És akkor én már folytatom is tovább a mai túrámat. És ahogy mondottam már a ezt megelőző videóimban,
több mint valószínű, hogy ezen a vasárnapi napon, így október 20-án véget fog érni a közel egy hónapja tartó túrám itt a Balaton északi partján. Hát több mint valószínű, hogy a mai napon a végéhez érek ennek a túrának, ami már közel egy hónapja tart én részemről itt a Balaton északi partján. Mert ugye amikor ezt a túrát elkezdtem, ugye Balaton akaratján kezdtem el ezt a túrát, akkor ugye szeptember 22-e volt, igen, szeptember 22-én kezdtem el ezt a túrát, itt a Balaton északi partján, és ugye így október 20-án, majdnem egy hónap elteltével, több mint valószínű, hogy ezen a mai napon véget fog érni ez a túrám, itt a Balaton északi partján. Hát de hát nézzétek meg a utóbbi egy hónap videóit, mert tényleg nézzétek meg az utóbbi egy hónapban készült videókat, és akkor abból jó leszűrhető, sőt, tök jó leszűrhető, hogy igen, több mint közel egy hónapja benne vagyok ebben a túrában. Na de haladok tovább. És ahogy mondottam, ez itt a Csopaki sportutca. Hát ugye ez nekem ez az utca azért valahol nosztalgia, hiszen ugye több mint két évig itt laktam Csopakon a sportutcában, méghozzá a sportutca egy szám alatt laktam, több mint két évig itt Csopakon, ugye a Kagyló munkásszállóban, ami máig napig is munkásszálló, és máig napig is az a neve, hogy Kagyló munkásszálló. Hát ugye több mint két évig itt laktam, itt a Kagyló munkásszállóban, ami itt van ugye a Sport utcában, méghozzá az egy szám, tehát az egyes számú, egyes szám, igen, Sport utca 1, ugye az a Kagyló hotelnak a címe, itt Csopakon. És ugye több mint két évig szerencsém volt itt lakni, itt Csopakon. Valahol sajnálom is, hogy már nem itt lakok, mert tényleg valahol sajnálom is azt, hogy már nem itt lakok Csopakon, hisz 2020-ba beköltöztettek engemet Veszprémbe, és azóta is ott vagyok Veszprémben. De elég gyakran visszajárok ide Csopakra, mert tényleg nagyon gyakran visszajárok ide Csopakra, nosztalgiából. Hát most is valójában tök nosztalgikus érzésem van, ahogy sétálok itt Csopakon, a Sport utcában. Hisz több mint két évig itt laktam, itt a Csopakon a Sport utcában. Laktam több mint két évig. De akik ugye régebb óta követik a YouTube csatornámat, illetve azon a videókat, meg az Instagramos oldalamat is követitek, abból jó leszűrhető az is, hogy tényleg valójából több mint két évig itt laktam Csopakon a Sport utca egy szám alatt a Kagyló munkás szállóban. Hát valahol most egy kicsit ilyen nosztalgikus érzés fog el, az az igazság, ahogy itt gyalogolok. Hát tényleg ilyen baromi nosztalgikus érzésem van, ahogy itt gyalogolok végig. Tök nosztalgikus. Kijövünk ide az útnak a túloldalára. Közben itt ugye vannak rajtam kívül mások is, és nem akarok mindenkit telibe filmezni. Hát gyerekek, tényleg tök nosztalgikus érzésem van, ahogy itt gyalogolok. Tényleg ez tök nosztalgia nekem, ahogy itt gyalogolok a Sport utcában, itt Csopakon. Hát tényleg tök nosztalgikus érzésem van, konkrétan, ahogy itt gyalogolok.
hiszen több mint 2 évig itt laktam Csopakon, a Sport utcában, méghozzá Kagyló munkásszállóban, ami előtt mindjárt el is fogok gyalogolni, mert tényleg mindjárt el fogok gyalogolni a Kagyló munkásszálló előtt, tehát tényleg mindjárt elgyalogolok előtte. Mert tényleg mindjárt elgyalogolok itt a Kagyló munkásszálló előtt. Igen, Roli, megbeszéltük. Roli, nem csak te. És már ott a háttérben fel is sejlik a csopaki Kagyló munkásszálló. Tehát ott van. Tehát ott van maga az épület. Tehát ott, arra felé. Tehát ott van maga az épület. Hát ugye több mint 2 évig szerencsém volt itt lakni, itt Csopakon, a Kagyló munkásszállóban. És most szépen el is gyalogolok a Kagyló munkásszálló előtt, a hajdani lakóhelyem előtt, mert ugye több mint 2 évig csak itt, mégis csak itt laktam, mert tényleg több mint 2 évig itt laktam Csopakon, itt a Kagyló munkásszállóban, hát ami itt van már tőlem jobbra, és ez még mindig munkásszállóként üzemel, ahogy elnézem, tehát ez még mindig munkásszállóként üzemel, igen, Kagyló út, Kagyló szállós, Csopak Sport utca 1, hát igen, itt laktam több mint 2 évig, mert tényleg több mint 2 évig itt laktam, mert több mint 2 évig itt laktam Csopakon, ebben a Kagyló munkásszállóban, ami itt van tőlem jobbra, ahogy láthassátok ezen a felvételen, tehát itt van tőlem jobbra a Kagyló munkásszálló, és több mint 2 évig szerencsém volt itt lakni. Szép idők voltak, azok az idők, na de haladjak tovább. Tényleg tök nosztalgikus érzésem van, az az igazság. Tényleg tök nosztalgia ez most nekem, hogy itt gyalogolok a hajdani szálláshelyem előtt. Mert tényleg itt laktam több mint 2 évig. Szerencsém volt itt lakni. 2020-ig egészen. Na de, haladjak tovább. Hát közben látom, itt kitakarították ezt a hátsó részt, mert itt ilyen nagy dzsumbúj volt valójából, mert tényleg rohadt nagy dzsumbúj volt itt, de úgy látom ezt a hátsó részt, ezt itt kitakarították. Na de megyünk tovább természetesen. És ott van az a vasúti átjáró, ahol szoktam vonat spottingolni, tehát ott van szemben a vasúti átjáró, ahol szoktam ugye vonat spottingolni. Nyáron voltam itten, utolsó vonat spotting videókat azt itt készítettem, ebben a vasúti átjáróban, ami ott van fönn a töltésen, tehát ott van fönt egy vasúti átjáró, és az utolsó vonat spotting videóimat még nyáron ott készítettem el. Na de haladunk tovább. És itt kanyarodunk is jobbra közben. És valójában Palóznak lesz a következő település. Tehát a következő település, ami következni fog, az Palóznak. És én folytatom tovább a túrámat, haladok tovább. Közben a kerékpárút vissza kijött a 71-es számú főút mellé. Mert tényleg közben vissza kijött a kerékpárút. Ide a 71-es számú főút mellé. És most valójában ez a kerékpárút már nem nagyon fog eltávolodni a 71-es számú főúttól, ám bár igen, mert a palóznaki vörös parton ott el fogunk egy kicsit távolodni a 71-es számú főúttól, és utána, amikor majd elhagyjunk a Sóörst, akkor közvetlenül a 71-es számú főút mellett fog haladni ez a kerékpárút, egészen Balatonalmádiig, ahol ugye a mai napon véget fog érni a túrám, ami közel egy hónapja már folyamatosan benne vagyok ebben a túrában. Jó, hát nem folyamatosan, hanem megszakításokkal, mert tényleg megszakításokkal
teljesítem ezt a túrát, hisz ugye nagyon jól tudjátok, hogy hétköznapokon én is természetesen eljárok dolgozni, hiszen nekem is van egy munkahelyem, ahova el kell járnom dolgozni, hiszen én is ugye munkából és fizetésből élek, így hát ugye így megszakításokkal tudtam teljesíteni ezt a túrát a közel elmúlt egy hónapban. Mert tényleg elmúlt lassan egy hónap, mióta elkezdtem ezt a túrát itt a Balaton északi partján. De nézzétek meg a utóbbi közel egy hónap videótermését a csatornámon, és abból jól leszűrhető az, hogy tényleg mindvégig ugyanabban a túrában voltam benne. Közben itt beépült a történet, közben itt be is épült, mert ez nem volt itt, mert ez a legjobb emlék, legjobb tudomásom szerint ez a létesítmény, ez nem volt itt. Tehát ez azóta épült ide, mióta utoljára jártam itt. Tehát ez a létesítmény, ami ott van, ez nem volt itt, amikor utoljára itt jártam. Strand, röplabda, padel, szállás, bisztró. Tessék, itt van. Strand, röplabda, padel, szállás, bisztró. Beach Arena, csopak. Beach Arena, csopak. Hát igen, akkor ide nyílt egy Beach Arena. Ide csopakra, ide épült, mióta utoljára itt jártam, mert tényleg azóta épült ide. Strandlöplabda, padel, szállás, bisztró, Beach Arena csopak, ahogy láthassátok ezen a felvételem. És akkor folytatom is tovább a túrámat, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor haladok tovább, még hozzá, arra felé folytatom tovább a túrámat. És közben el is hagyom csopakot, tehát közben el is hagyom csopaktelepülést, tehát szépen csopaktelepülést is magam mögött hagytam, és akkor következik hamarosan Palóznak, tehát hamarosan Palóznak következik, és Palóznak után jön majd Alsóőrs, és Alsóőrs után jön majd Balatonalmádi. Na de nekem nem kell elgyalogolni Balatonalmádiig, csak a Káptalan-Füredi vasúti megállóhelyig. Ami több mint valószínű, hogy a mai napon teljesítve lesz, ezen a vasárnapi napon, hiszen még korán van, még csak délelőtt 10 óra múlt el, tehát bőven tudom teljesíteni a túrámat Káptalan-Füredig ezen a vasárnapi napon. És valójában, ahogy mondottam, ott fog véget érni ez a közel egy hónapja tartó túrám, itt a Balaton északi partján. És akkor legközelebb már több mint valószínű, hogy visszatérünk a kerékvágásba, és akkor jönnek az erdei túraösvényes videók, mert mégiscsak az az én világom, meg az a főcsapás, így a videózás szempontjából nekem, az erdei túrautakon való túrázás, tehát az az én világom, illetve az ennek a csatornának is a főcsapása, már egy kis ideje. Na de haladunk is tovább természetesen, hiszen a túrának még folytatódnia kell, mert azért még Balatonalmádiig kell egy keveset gyalogolnom, mert még azért kell egy keveset gyalogolni Balatonalmádiig, itt a kerékpárúton. Hát a mai napon nincs akkora kerékpáros forgalom, mint a tegnapi napon volt, de ugye a tegnapi napon volt egy kerékpáros teljesítménytúra itt a Balaton északi partján, hát közben egy kis vonatspotting. Hát elhaladt Székesfehérvár irányába a Flirt, ugye ez személyvonat, tehát elhaladt Székesfehérvár irányába a Flirt. Hát egy kis vonatspotting, hiszen itt van közvetlenül a 71-es számú főútnak a túloldalán a 29-es számú vasútvonal. És mivel, hogy ez a videó már több mint 20 perce tart,
így hát lassacskán le is zárom ezt a videót, és egyelőre megköszönöm a megtisztelő figyelmet, hogy itt voltatok velem ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Természetesen, hogyha tetszett ez a videó, akkor azt díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Természetesen a videóról, illetve az útvonalról. Köszönöm szépen! És akkor hamarosan folytatom ezt a túrát egy soron következő videóban. Tényleg hamarosan folytatom ezt a túrát, hiszen még Balatonalmádi egy kicsit odébb van, tehát odáig még azért kell egy pár kilométert gyalogolnom. Na de lassacskán le is zárom ezt a videót, hiszen már több mint 20 perce tart ez a videó. Remélem, hogy ez a videó is elnyerte a tetszéseteket. Ha tetszett a videó, ahogy mondottam, az díjazzátok egy lájkkal. Ha nem tetszett, nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. És hamarosan innen fogom folytatni a túrámat egy soron következő videóban. És a soron következő videóban arrafelé fogom folytatni a túrámat, de ez egy következő videó témája lesz. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel, Frici, Palóznak határából. Sziasztok!